Teljesen egyetértek, bennem is ez a vehemencia és az elvesség van, de azt gondolom, hogy ezt tényleg tisztázó beszélgetésre kellene használni. Itt olyan mély sérelmek van a pro és kontra, ebben talán egyetértünk, hogy ezt, hogyha nem beszéljük meg, hogyha nem állunk le egymással beszélgetni, akkor nagyon nagy bajok lesznek. Itt mind a két oldal, borzasztó, hogy ezt kell mondjam, még egyszer mondom, hogy én magam inkább belga lennék, tehát egyik oldalhoz sem állnék. Tehát mind a két oldal olyan szinten bizalmatlan egymásra, hogy ez katasztrófa. És a beszélnek az lett volna a lényege. Nyomhatok még egy-két percet? Tisztelt képviselő úr, nyomhat majd, miután a párbeszédben El Simon László, Fidesz képviselő kétperces reagálását meghallgatja. Mi meg a tisztázó beszélgetés tanulóként nagyon figyelünk. Ez jó lehetőség, tisztelt képviselőtársam, arra, hogy egyszer a magyar országgyűlésben a művészet ügyeiről beszélgessünk. Úgyhogy a kétpercesek most erre nekünk lehetőséget adnak, hogy itt a tisztelt ház előtt, ugyan nincs éppen tárt ház közeli állapot, de legalábbis a magyar művészet ügyeit felemlegessük. Én a legutóbb, mikor a brüsszeli Európai Parlament ülésen részt vettem, akkor a közép-európai művészet jelentőségéről beszéltem, senki nem értette, miért beszélek róla, de nem adom fel ezt a küzdelmet, igenis a művészet ügyeit folyamatosan napirenden kell tartanunk. Tisztelt képviselőtársam, a Magyar Írószövetség székházának az ügye úgy jött ide, hogy én azt említettem, azt a beszélgetésemet említettem meg, amelyet Fekete György ügyvezető elnök úrral folytattam, illetve azt a levelemet, amelyet miniszterelnök úrnak írtam, hogy ez a mostani törvényjavaslat is jó apropó arra, hogy az elrendezetlen ügyeinket rendezzük el. Az a törvényjavaslat fölhívja arra a figyelmet, hogy vannak más területen és más szervezetek esetében is adósságaink. Ez, hogy én az Írószövetség ügyét idehozom, ez természetesen a Magyar Művészeti Akadémiának a kérdését semmilyen módon nem erodálja, semmilyen módon nem gyengíti. Sőt, a Magyar Művészeti Akadémia ürügyén, a reményeim szerint a későbbi társul szervezeti státusz révén hozom szóba a Magyar Írószövetség székházának ügyét, amely ne keverjük össze, nem a teljes magyar írótársadalomnak a székháza. Magyarországon sok írószervezet van, abból a legnagyobb a Magyar Írószövetség, jogi értelemben és erkölcsi értelemben is az a székház, a Magyar Írószövetség székháza, az, hogy tőle függetlenül léteznek más társadalmi szervezetek, önálló jogi személyként, annak semmi köze nincsen ehhez a székházhoz. Fekete Gyula Kossuth díja pedig nagyon is ide tartozik, tisztelt képviselőtársam, mert éppen arra mutat rá, hogy milyen sebek vannak mindegyik oldalon, és még azt szeretném képviselőtársamnak megjegyezni, hogyha Makovec Imrének a Heller Ágnessel kapcsolatos dehonestáló egyébként szerencsétlen mondatait idézte, akkor nagyon sok Heller idézetet lehetne elővenni az elmúlt 15 évből, amely legalább ekkora fájdalmat okoz a mi oldalunkon. Köszönöm szépen! Két perces reagálása, megadom szót Gulyás Dénesnek, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden csak szeretnék Karácsony Gergely képviselő úr szavaira reflektálni, rivalizálástól tartott. Én azt gondolom, hogy ugye azt kérdezte, hogy miért nem a szimát bővítettük, és miért nem az lépett elő ebbe a szerepkörbe. Akkor megkérdezem, akkor nem lenne rivalizálás? Hát akkor is lehet rivalizálás, hiszen hogyha csak arra gondolok, hogy a Művészeti Akadémián belül létesítendő tagozatok között is lehet rivalizálás, sőt, maguk között a művészek között is, így jel nekem van. Én 40 éve ott dolgozom. Van ilyen. Én ezt nem tartom ördögtől való dolognak, egészen addig, amíg az alapküldetése ellen nem megy. De az, hogy ezt a művészek engedik, hogy ellene menjen, ez már egy emberi dolog. De én ezt nem tartom feltétlenül rossznak. Kukorelli képviselőnek pedig az a szakadékról, meg a szétválásról, meg a vélemények különállásáról éppen a közelmúltban lehettünk tanulni egy olyan hírnek, amikor az egyik művész azt mondta a másikkal egy közös sajtótájékoztatón, hogy ugyan nagyon sok dologban nem értünk egyet, de azért, és folytatta a mondandóját. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg egy kicsit talán mi ezt túldimenzionáljuk. Ha a saját területemről akarok beszélni, én még nem láttam olyan produkciót zenészínházban, ahol a produkció azért szenvedett volna kárt,
művészi értékét tekintve, mert ott két különböző gondolkodású ember volt. Én azt gondolom, hogy kellene hagyni valami teret annak is, hogy ezeket a kérdéseket maguk a művészek oldják meg. Talán nem kellene, én szerintem ez túl van dimenzionálva, röviden csak ennyit szeretnék mondani. Ugyanakkor érzékelem természetesen a problémát, és tanúi vagyunk nap mint nap, de azt hiszem, hogy ha ezt mindig ilyen erőteljesen artikuláljuk, akkor éppen ellenkező hatást gyakorolunk erre. Szerintem van a művészekben egyfajta öngyógyításra való hajlam, hagyni kéne őket, hogy ezt rendezzék. Köszönöm szépen. A szó most Kukoreli Endrét, LNP képviselőt illeti 2 percben. Amit most Gulyás képviselőtársam mondott, ez a teljes mértékben egyetértek, mármint amit ott a második a mondata, vagyis a mondandójának a második részével. Tehát abszolút működik ez, és tényleg vannak nagyon jó példák erre a dologra, egymás iránti gesztusok tevésére. Jóval kevesebb, mint amennyi kívánatos volna. És igazából én erről próbáltam beszélni. Az, hogy mondjuk a Szimát nevezték volna ki ebbe a pozícióba, én azzal sem értenék egyet. Nekem az a véleményem, hogy valami módon meg kell, amit Karácsony képviselőtársam is mondott, beadtunk egy módosítót ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy az lenne az optimális, hogyha ezt a két akadémiát valami módon nem összetolnák, hanem valahogy mind a ketten megadnák a módját, mind a két akadémia tagságának megadnák a módját, hogy abban a helyzetbe kerülhessenek, amiben most ebben a törvényjavaslatban csak az egyik akadémia tagságának van lehetősége. Nagyon sok minden merült föl, amit elsőmond a képviselőtársam szemben vetett, hogy hogyan jön ide ez a pekingi kiállítás, és hogy figurális vagy non-figuratív. Egyébként egyáltalán nem csak figurális képek vagy szobrok vannak ezen a kiállításon, megnéztem. És igazából azért beszéltem róla, mert ezt most láttam ma délután, mármint az anyagot, és hát elképedtem, és hát olvastam egy-két, tényleg álltam is nagyra becsülő szakember véleményét erről. Szerintem ez botrányos, ez a válogatás, de most itt nem akarnék nagyon ilyen esztétikai vagy ízléskérdésekről beszélni, én csak azt mondom, hogy ugyanaz a típusú vehemencia vagy felháborodás szólt belőle, mint ami Elsimon képviselőtársamból az előbb. A szó Elsimon László, Fidesz képviselőjé, 2 perces időkeretben. Akkor tisztelt ház, én nagyon szeretném, hogyha nem mennénk el abba az irányba, hogy a parlament falai között esztétikai kérdésekben nyilvánítanánk véleményt. Ahogyan ugyanezt kikértem többször, vagy kifogásoltam többször, amikor egy-egy színház előadásról mondta a képviselőtársaim ítéletet, napán, úgyhogy nem is látták az előadást, ugyanígy ennek itt sincsen helye. Én Kukoreli képviselőtársammal a parlament büféjében, vagy valamelyik étteremben szívesen elbeszélgetek, mint író az íróval arról, hogy mely műről és mely kiállításról mi a véleményem, de itt, a parlament falai között nem mondjunk esztétikai ítéletet, és ne akarjunk esztétikai véleményünk és ítéletünk alapján bárkit is kirekeszteni a magyar művészeti életből. Nem. Tehát még egyszer mondtam, releváns szempont. Lehet erről értelmiségi, szakmai vitát folytatni. Adott esetben a politikai diskurzusnak is lehet a része, de nem olyan módon, hogy egyik vagy másik művészt megbélyegzünk, hanem olyan módon, hogy mondjuk mennyiben reprezentatív ez a kiállítás, és hogy a minisztérium egy ilyen kiállítással azt a feladatát, amely a magyar kultúra egészének vagy gazdagságának bemutatására kell törekednie, azt megvalósítja-e. De botrányos színvonalonak, minőségűnek, valamilyen módon esztétikailag megbélyegző jelzővel illetni egy nemzetközi kiállításon szereplő magyar művészeket, én méltatlannak tartom. Ez nem illik ide. Azt csinálja tisztelt képviselőtársam, mint jobbikos képviselőtársaim, mikor a Nemzeti Színház színdarabjairól mondanak esztétikai véleményt, vagy a saját politikai ítéletüket esztétikai ítéletbe csomagolják bele. Köszönöm szépen. A vitába bekapcsolódik Karácsony Gergely, az LNP képviselője, 2 perces időkeretben. Köszönöm szót, elnök úr. Én semmiképpen nem venném a bátorságot ahhoz, hogy bármilyen esztétikai kérdésben álláspontomat elmondjam, vagy az ízlésemet, mert nem vagyok művészember,
és mindig megtisztelve érzem magamat, amikor ilyen társaságban beszélgethetek. És a Gulyás Dénes képviselőtársamnak szeretnék röviden válaszolni arra, amit mondott, hogy persze a művészet életben, mint ahol mindenhol más, vagy a politikában is a rivalizálás az nagyon jó. És az, hogyha van két kulturális kezdeményezés, és intézmény, vagy kapcsolathálók tulajdonképpen, amelyek átszövik a magyar kulturális életet, és ezek valamilyen szinten rivalizálnak, ez is nagyon jó. Csak a rivalizálás most eldőlt. Mert van egy civil egyesület, ami tulajdonképpen eredeti célkitűzéseivel és bizonyos szereplőivel a Magyarország alapalkotmány anyag törvényébe is beiktattak, és most egy törvényt hozunk létre arról, hogy ennek milyen finanszírozása lesz. Nyilván fenntartva a módosító javaslatunkat is, felmérve annak a politikai realitását, hogy ez mennyire lesz elfogadva, vagy mennyire nem. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha Elsimon László képviselőtársamnak igaza lenne. És ez a Művészeti Akadémia valóban a magyar kultúrás élet számára egy nagy lehetőséget teremteni, és nem csak egyszerűen egy épületet, és nem csak egyszerűen 100 millió forintot évente, hanem annak a lehetőségét is, hogy tényleg legyen egy pont, amikor ezeket a mégiscsak létező választóvonalakat, nevezzük ezeket bárminek, valaki egyszer átlépi. Én azt is el tudom fogadni, hogy azok az emberek, akik a Széchenyi Irodalmi Akadémiában megjelentek, vagy a vezető beosztásban voltak, lehet, hogy eddig jobb lehetőségekkel bírtak, mint ez a civil egyesület, ami most közjogi formát ölt. Én csak azt kérem azoktól, akik ezt üzemeltetni fogják, akik vezetői lesznek, vagy alapító tagjai lesznek, hogy érezzék át azt a történelmi lehetőséget és felelősséget, amik rajtuk lesz. Hogy egyszer valaki hagyja abba ezt a szekértábor építő kultúrpolitikát. Én attól félek, hogy a kezdet ezt meg fogja nehezíteni, de ha nem így lesz, akkor annak nagyon fogok örülni. Köszönöm szépen. Kérdezem Kukorelli képviselőt, hogy megbeszélték, vagy akkor igényli, és akkor a két perces felszólási lehetősége következik. Csak annyi, hogy ugye van ez a mondás, hogy ízlésről nem vitatkozunk, szerintem csak ízlésről érdemes vitatkozni, de azt elismerem, hogy nem a parlamentben, ez rendben van. Én igazából egyáltalán nem akartam ilyen dolgokat ide rángatni, pusztán csak azért említettem azt, hogy miért beszéltem a felszólásomban erről a dologról, mármint erről a pekingi kiállításról, mivel hogy, hát ezzel is már említettem, felháborítanak tartom az egész dolgot. Tehát igazából itt ha tetszik, a vehemenciám vitte, ami egyébként ugyanúgy elvitte Elsimon képviselőtársamat, és amivel szerintem én nagyon kiegyezem ezzel, és illetve nagyon helyesnek tartom, hogy ezek a kérdésekről vehemensen vitatkozunk. Az lenne, még egyszer mondom, az lenne a jó, az lenne az optimális, hogyha ez végre már egy normális párbeszédi alakulatna ebben a tényleg elképesztően kettéfűrészelt magyar szellemi vagy kulturális életben. Tehát, hogy az lenne az alap, hogy le kellene ülni egymással, és ezeket a szörnyű gyanakvásokat és gyűlöleteket valami módon, nem tudom, ki kéne iktatni, mert ez katasztrófa, ami folyik. De ezt mind a ketten tudjuk egyébként, kár szépíteni ezt a dolgot, borzalmas ügyek vannak, és sajnos az a véleményem, hogy ez a törvény, ez sajnos nem fogja segíteni ezt a folyamatot, mármint a megbékélés folyamatát. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy felszólással jelentkezőt nem látok, megkérdezem Szőcs Géza államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Hány perccel van erre? Korlátlanul áll rendelkezésére az idő. Bocsánat, reggel 8 órakor kezdődik a csütörtöki ülésnap, tehát addig áll rendelkezés. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő urak, igyekszem arra korlátozni a mondani valómat, ami közvetlenül a témához tartozik, hiszen nagyon sok minden hangzott el, olyasmi, amit ugyancsak érdemes volna megbeszélni, de talán nem most és nem itt, mert ahhoz a reggel 8 is kevés volna. Egy-két dolgot előre bocsátanék ez a vitához, személyes tudnivalót, vagy személyes érintettség, vagy nem érintettség viszonylatában. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hogy egyik akadémiának sem vagyok se tagja, se jelöltje a Magyarországon létező akadémiák közül.
Tehát ilyen értelemben a teljes kívülállás, semlegesség és érdekmentesség álláspontját képviseltem személyesen. Az ügyet olyan szempontból tartom különösen érdekesnek, ezt az egész vitát, ami zajlik, mert már régóta figyelem a magyar értéktudat anomáliáit. Mi egy olyan nemzet fiai vagyunk, amely büszke arra az akadémiájára, amely nem vett tudomást Bolyai János létezéséről, amely nem vett tudomást Ady Endre létezéséről. Itt tudós literátor kollégáim talán tudják, hogy Ady Endre életében egyetlen egy irodalmi, egészen pontosabb újságírói kitüntetést kapott. Semmifajta irodalmi elismerést. Folytathatnám a sort József Attilával, folytathatnám Hamas Bélával, vagy Szentkuti Miklóssal, folytathatnám azzal, hogy míg az egész világ, amíg a világ kultúr nemzetei a legnagyobb elismeréssel adóztak a magyar vizuális művészek tevékenysége előtt Moholy Nagy Lászlótól Brassain keresztül Munkácsi Mártonig, és még sokakig, Kassák Lajos szárnyai alól kinőttek. Ezekről mind-mind nem vett tudomást, vagy legtöbbjükről a Magyar Akadémia. Én ebben a helyzetben azt gondolom, hogy minél nagyobb a lehetséges, komolyan vehető akadémiák száma Magyarországon, annál jobb lesz a helyzet. Mert megszűnik egyfajta monopólium. Megszűnik az a monopólium, hogy az akadémia, az egyébként nem is túlságosan jól csengő akadémikusság fogalmat kisajátíthatja, akadémikusnak nevezhet őhozzá közel álló értékeket, másokat meg nem, kirekesztőleg, holott, mint tudjuk, utólag egy-egy Bolyai Jánost rekesztett ki, vagy Ady Endrét, ne folytassunk. Tehát én azt gondolom, hogy helyes az, hogyha megtörik az a monopólium, amit akár az akadémia, akár bizonyos kánongyártó műhelyek monopóliumának nevezhetünk, vagy neveztünk, vagy nevezünk. És ilyen értelemben e felől közelítve látok jó esélyt arra, hogy értéktudatunknak ezek a zavarai valamifajta kölcsönös, párhuzamos és folyamatos megmérettetés mezőjében gyógyulni kezdjenek. Minél több szereplője van egy ilyen térnek, mint ami a nemzeti értékek elismerésének, tudomásróvételének, promoválásának a színpada, annál jobb. Végezetül, ugyanis lehetséges, hogy az új magyar Bolyai Jánosok, Ady Endrék és József Attilák nem az 1-es, 2-es vagy 4-es számú akadémia fölfedezettjei lesznek. De sokkal nagyobb esélyük lesz fölfedeztetni, mint hogyha csak egyetlen egy akadémia volna, benne akár Babits Mihályokkal, akik történetesen József Attilát soha az életben föl nem mennék a saját akadémiájukba. Tehát ezért csatlakozom az a véleményhez, hogy a versenyhelyzet az csak mindannyiunknak szolgál. Végezetül a csak félig ide tartozó kérdés, a pekingi kiállítás kérdése, ez megint csak értékzavarainkról beszél, de tudatzavarainkról is, mert miközben a kiállítást tudós író kollégánk botrányosnak nevezi, azt azért tudni kell, hogy a kiállításnak legalább egyharmada a legelismertebb magyar képzőművészek
köréből került ki, olyan, akiből, akiket semmilyen, akiknek értékét semmilyen táborban nem vitatják, és anélkül, hogy itt most elemezni akarnám az egész ezzel kapcsolatos fenomenológiát, azt még el kell mondanom, nem azt, hogy mekkora siker ez kultúrdiplomáciailag, hogy örültek a kínaiak egy-egy olyan festménynek vagy szobornak, vagy éppen Makovec Imre rajzainak, amit itthon észre se vesznek, vagy átgyalogolnak rajtuk. Ezek partikuláris kérdések. De itt van egyetlen dolog, amit nem értek, sem az Index cikkében, sem Cucorelli képviselő hozzászásában. Mi köze a magyar kultúrpolitikának egy válogatási kérdéshez? Azt gondolja valaki, hogy az államtitkár vagy a miniszter odament, és azt mondta, hogy ezeket a művészeket igen, ezeket meg nem? Ez nem úgy kezdődött, hogy a magyar kormány kultúra és államtitkára elment Pekingbe, és azt mondta, hogy itt van 30 művész, ezeket ki szeretném állítani. Soha Pekingben senki ki nem állított 2000 négyzetméteren a National Museum of Fine Arts-ban sehol, se angol, se német, se holland, se orosz, se amerikai. A Kína történelmében először fordul elő, hogy az ország legrangosabb kiállító helyén megjelenik 2000 négyzetméteren 330 magyar műtárgy. Ezt mi itt leugatjuk, de ők egyáltalán nem úgy fogják föl, mint mi, és nem is úgy kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy egy galéria, egyik a sok közül, elkezdte keresni a kapcsolatot a pekingi képzőszeti élettel, intézményi élettel, megtalálta, tárgyaltak, tettek, vettek, és a kormány azzal kapcsolódott be, hogy finanszírozta végül a kiállítás költségeinek egy részét. Úgyhogy én egyszerűen álltam és bámultam, amikor kiderült, hogy a kiállító művészekkel kapcsolatban a következő szitok szavak érvényesek. A. Erdélyi, B. Kolozsvári, C. a Művészeti Akadémia tagja, de a Forrás Galéria kiállítója, és ide jutottunk, hogy egy világszerte elismert művészről, egy nemzetközileg magasan jegyzett művészről azt leírhatjuk, hogy igen, tud festeni, nem is rossz festő, stb., ám de Kolozsvár és az államtitkár jó barátja, hogy mit tudom én, mi marhasságok. Szóval ez mutatja, hogy mennyire... milyen minősíthetetlen az űrzavar a fejekben, az egész tudatvilágunkban, és én azt gondolom, hogy még ha rosszul esik, még ha fáj is valakiknek, egyeseknek, tehát azoknak, akik éppen nem tartoznak ahhoz a körhöz, az, hogy létrejön egy új fórum, amely hozzájárul az általános értékszemléleti alapfogalmak kimunkálásához, és értéktudatunk egészségesebbé válásához, hogy ezt ettől ne rettegjünk, ne féljünk, vegyük tudomásul, hogy versenyhelyzet van, amely mindannyiunk hasznára lesz, a művészeknek, a kortársaknak, az utódoknak, és a művészetek, és mindazoknak, akikért a művészek és művészetek vannak. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, és az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Amint azt előzetesen jeleztem, a sporthuliganizmus elleni fellépésről szóló TPER 3480-as számú törvényjavaslathoz módosító javaslatokat az ülésnap végéig lehetett benyújtani. Így ennek általános vitáját most lezárom. A képviselők benyújtották módosító javaslataikat, így a következő ülésünkön a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára kerül sor.
Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, napirend utáni felszólalásra senki sem jelentkezett. Megköszönöm munkájukat, holnap reggel 8 órakor folytatjuk az országgyűlés ülését, az ülésnapot bezárom.